Ősi magyar jelképünkről, a turul madárról és a turul nemzetségről tartott előadást Génagy Ilián április 28-án a Dorogi Márton Városi Művelődési Központ előadó termében. A turul madárnak a magyar mitológiában és a történelmünk alakulásában nagy jelentőséget tulajdonítanak még ma is. A rendezvényen elsőnként Tányér József igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd az előadó a Csaba Királyfi című rockopera sikereiről, visszhangjáról tájékoztatta a közönséget. A mű megszületéséhez szükség volt kutató munkára, a történet szorosan kapcsolódott a turul nemzetséghez, amelyet az író egészen a Bibliáig vezetett vissza, Attila családfáját pedig egyik művében is összefoglalta. Ószövetségben benne van, itt az elején ezt írom is, hogy Kus nemzette Nimródot, és ez volt az első uralkodó a Földön, Teremtés könyve 10. fejezet 8. bekezdés. Tehát le van írva az Ószövetségben, hogy Nimród volt az első uralkodó a Földön. Ugye? És innen válik érdekessé a dolog, hogy Nimródtól, tehát hogy a turul nemzetségről ugye beszéljünk, egészen végig jön egy névsor. Ez itt pontosan azt mondja, hogy 48. És ezek az én véleményem szerint mind konkrét személyek, és nem nemzetségeket takarnak, hanem pontosan élt időben meghatározható figurák vagy történelmi személyek voltak ezek az én megítélésem szerint. Génagy Ilián tehát úgy véli, hogy a családfában szereplők egy részéről biztosan tudjuk, hogy valaha éltek, akkor valószínűleg a többiek is létező személyek voltak. A névsorban eljutunk Tordáig, Bendegúz apjáig, akinek a fia Attila volt, majd tovább folytatódik a sor egészen az Árpád ház kihalásáig. És Turda, vagyis Torda volt a Bendegúznak az apja, aztán jön Bendegúz, ugye, és akkor Bendegúz már a himnuszban, mint mondtam, a múltkorában benne volt, és akkor Bendegúz után jön Attila. Attiláról már mindenki tud a világban, ki barbárnak mondja, ki nem, de tudnak róla. És jön Attilától Csaba, Csaba az ugye létező, és akkor itt jön egy pár név, Ed ügyek előtt, és akkor Álmos. Álmosról megint már tanultunk az iskolákban, ugye, hogy azt tanultuk, csak ki van véve valahogy a honfoglalásból, hogy ő volt az, aki Árpádnak az apja volt, és akkor Álmostól jön Árpád, ugye, és akkor ez a legérdekesebb rész a 48-ig, a 48, igen, 48 a lista, hogy Árpád, Zoltán, Taksony, Géza. És ez a Géza az István király apja. És akkor innen jön Géza, a többit meg már ismerjük 1301-ig bezárólag. Az Árpád házat nagy titkok övezik, az előadó szerint nem halhatott ki teljesen, valószínűleg női ágon még több utódaik élhetnek. Génagy Ilián többek között kitért arra is, hogy a Szent Koronának a története is visszavezethető Attilán keresztül Nimródig. Úgy véli, hogy ha a népi világban minden ábrázolásnak jelentése volt, mint például a székely kapukon, akkor a koronán ugyanígy konkrét ábrázolások lehetnek. Az egyik ilyen egy csillag, amely vélhetően Nimródhoz kapcsolódik. Na most, ami miatt Nimród ebben az egész családban, a magyar történelemben nagyon érdekes, hogy őről jegyezték fel azt, nem csak, hogy vadászott, hanem csillagot vizsgált. Tehát erről az emberről fönnmaradt, hogy ez nagyon nagy tudású valaki volt, és hogy ismerte a mennyeknek a titkát, mindent. És ugye volt a két fia, akit tudunk, hogy Hunor és Magor, és akkor innen megy végig ez a családfa Attiláig, és csak hogy érdekességként, hogy nagy távközöket ugorjak át, ha valaki elmegy Esztergomba, most nem tud bemenni már vagy 5 éve, a királyi szentélybe van egy híres hely, ahol az esztergomi oroszlánok vannak fölfestve, múltkor voltunk kint, a fiamnak akartam megmutatni, nem lehet bemenni, és ott az a boltíves rész, amit mondjuk Mátyás király használt talán utoljára, ahol az oroszlánok vannak, vagy egy ilyen szentély, egy egyenlőszárú keresztel van a homlokzata, a csillagos ég van fölfestve. Ez le volt meszelve, most visszarakták. Jelentős szerepe volt a csillagoknak az ősi magyar hitvilágban, tudtuk meg az előadótól. Ennek a tudásnak egy része a kereszténységbe olvadt bele, és a népi hagyományainkban őrződött meg leginkább. Tehát az én meglátásom, és amivel ezt az egész előadást összefoglalom, az, hogy tulajdonképpen ez a Nimródi nemzetség egy olyan istenes világot hagyott a magyarságra, ami a mai napig működik, és mint egy főnix madár bármikor föltámasztható, és a parasztok, vagy az a világ, amelyik ugye itt Ladányban is az én gyerekkoromban még létezett, még a gyerekkoromban is őrizték ezt a világot. Tehát olyan csodálatosan volt fölépítve, hogy nem a királyi udvarban volt elzárva, és azt mondták, mi vagyunk a nagy urak, ti meg vagytok a parasztok, hanem ez ugyanaz működött kint, mint bent, és ugyanaz működött fent, mint lent. Tökéletes volt.
És a szegények is, tehát nem voltak boldogtalanok. A szegénység az nagy nyomorúságokat okoz, de a szegénységet én azon értem, amikor megvan minden. A Turul nemzetség államszervezésre alkalmas tudással rendelkezett tehát, amelyben mindenki megtalálta a maga helyét. Géna Gyilián meglátása szerint a fasizmus és a kommunizmus változtatta meg ezt az eszmét, és ebből a magyarság máig nem tudott felépülni. A történelem legjelentősebb időszakaiban mindig felbukkan a turulmadár, amikor kivételes ember születik. Emese álmában, Attila korában és Jézus történetében egyaránt megjelenik a szentként tisztelt sólyommadár. Tehát álmos, mikor születik, akkor a várandós anyuka, ugye emese, megy a mágusokhoz, hogy bizony ilyen álma van. És akkor ezek összeültek, és azt mondták, hogy a fiú lesz, ugye azt megmondták, és hogy Attila király reinkarnál, nem így mondták, hogy reinkarnáció, hanem Attila királynak lesz a lelke ebbe a gyerekbe, és ő az a gyerek, aki visszajöhet a Kárpát-medencébe, mert megkapta azt az isteni erőt, amivel vissza tudja vezetni a népet ide, a Csaba királyfi elment népét. Tehát nem Árpád volt, hanem Álmos volt. És ez a fajta Szentlélek által való üzenet, amit ők tudtak, tehát mindjárt mondok még egy mondatot erről, ez a Jézusi születésben és fogantatásban is ott van, és én máshol ezzel nem találkoztam, tehát csak Jézusnál és Álmosnál. Géna Gyilián felfedezte, hogy Jézus is Nimród leszármazottja volt. Mindazt a tudást, amit a Csaba királyfi című rockopera írását megelőző kutatásai során gyűjtött össze, örömmel osztotta meg a ladányi közönséggel. Végül pedig az író a kiadványai dedikálta az érdeklődőknek.